katonai futók érkeznek Máté Szalkára. A sportolók a Toborzó Emlékfutás 2022 című kéthetes programsorozatban vesznek részt. A május 6-a és 20-a között megrendezett váltófutás 219 hazai települést érint. A váltót 24 hivatásos, szerződéses és önkéntes katona alkotja. Ők összesen több mint 1800 kilométer lefutására vállalkoztak. Az esemény 11. napján a Szatmár fővárosában ünnepélyes keretek között fogadták a futókat. Máté Szalkának azért is fontos, mert egyrészt ugye a középiskolai képzésünkben két intézményben is rendészeti képzés zajlik, úgyhogy ők azért őktőlük nem esik ez távol ez a történet. Másrészt pedig ugye fontosnak tartjuk mi is itt Máté Szalkán, hogy a honvédelem társadalmi civilekre vonatkozó lehetőségeit megismertethessük az itteni emberekkel. Mondom ezt akkor, amikor tőlünk 40 kilométerre a keleti határszélen, ugye Ukrajnával határos módon szomszédországban háború zajlik. Kézi vagy várról indítható. Különböző lőerejű és hatótávolságú fegyvereket is kipróbálhattak az érdeklődők a felállított sátraknál. A kiemelt rendezvényeken ugyanis a futás mellett technikai bemutatót is tartanak. A váltófutás célja többek között az egészséges életmód népszerűsítése, de nagy hangsúlyt fektetnek a toborzásra is. A járási központokban toborzó pontokat alakítottak ki. Nekünk sincs egyszerű dolgunk, ugyanúgy, mint nagyon sok magyar munkáltatónak, hisz mi is folyamatosan keressük az utánpótlást. Annyival van talán nehezebb dolgunk, hogy amellett, hogy értelmesen kvalifikált emberek, akik jelentkeznek a Magyar Honvédség kötelékébe, amellett azért egy elég komoly orvosi, pszichológiai és fizikai állóképességnek mert ténylegesen ahhoz megfelelni, hogy szerződéskötésre, vagy akár hivatásszerűen kerülhet sor mondjuk a katonai szolgálatvállalás formáira. A toborzó emlékfutást a Magyar Honvédség, az Adrianus Alapítványa falvak kultúrájáért és a Katona Olimpikonok baráti kör szervezi. A sportesemény május 20-án Budapesten ér véget, ahol a Katona Olimpikonok tiszteletére emléktáblát avatnak majd.